összegeztük azt a rengeteg intézkedést, feladatot és fejlesztést, amely Hajdúszoboszlón történt 2023-ban. Ceglédi Gyula kiemelte a legfontosabb beruházásokat és azt, hogy a város minden területén fejlesztenek. A polgármester szerint rengeteg feladat vár a városvezetésre 2024-ben is, és a gondolatait azzal zárta, hogy nem szeret feladatokat félbehagyni, ezért a 2024-es önkormányzati választásokon ismét ott lesz a polgármester jelöltek között, és 2024. októberétől is folytatná a 2019-ben megkezdett munkát Hajdúszoboszló polgármestereként. Közhely, de igaz, eltelt egy újabb esztendő. Számot vetni sosem egyszerű, hogy milyen volt egy naptári év. Nehéz összefoglalni egy 30 perces beszélgetésben, hogy mi minden történt Hajdúszoboszlón. Nehéz az a kérdés is, hogy miben mérhető a település sikere. Vendégészak a számban, beruházásokban, vagy az emberek hétköznapjainak nyugodtságában. Az biztos, hogy a település vezetői és a polgármester a hajdúszoboszlói emberekért dolgozik. A jövő generációjáért mindent megtesznek, ahogy a nyugdíjasokért és az aktív dolgozókért is. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Ceglédi Gyula polgármester urat, és hát mindenek előtt boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen, én is viszont kívánok boldog új évet a Városi Televízió stábjának is, főszerkesztő úrnak, és hát természetesen Hajdúszoboszló város lakosságának, közvéleményének. Abban semmiképp nem érdemes mérni a sikert, hogy hány nyugodt perce van a polgármesternek, hiszen szerencsére mindig történik valami Hajdúszoboszlón, és mindig tesznek és dolgoznak a hajdúszoboszlói hírnévért, illetve a lakosokért is. De maradjunk a legfrissebb emléknél, a csergetésnél. Közel 10 000 ember búcsúztatta a 2023-as esztendőt a Hősök terénél. Hogyan élte meg ezt az estét, polgármester úr? Milyen volt ez az éjszaka? Hogy nagyon kellemes és felemelő érzés volt. Általában én magam is, ha csak tehetem, legtöbbször mindig itthon Hajdúszoboszlón töltöm az év utolsó napját. Ez így van gyermekkoromtól kezdve. Ez egy felemelő érzés, ez egy nagyszerű dolog. Együtt van a város apraja, nagyja a főtéren, és együtt örülünk annak, hogy túl vagyunk egy éven, egy nehéz éven, egy sikeres éven, és aztán bizalommal és bizodalommal várjuk az új esztendőt. És akkor boldog új évet kívánunk egymásnak, számtalan kedves ismerőssel találkozik az ember. De azért az idén azt is meg kellett állapítani, hogy nagyon-nagyon sok turista is volt ezen a ma már turisztikai attrakcióvá is kinőtt csergetésen, hiszen a hagyományőrzés mellett ez ma már turisztikai attrakció is lett, és én úgy látom, hogy ők is díjazták. Nagyszerű, látványos volt, ugye a korábban megszokott helyi csikósok, akik felvonultak és bemutatták csergetési tudásukat, ahhoz képest most 80 körüli számban jelentek meg a térségből, és hát még a Dunántúrról is érkeztek csikósok, akik szintén bemutatták népi viseletüket, és hát a csergetési tudásukat. Úgyhogy nagyszerű élmény volt, jó volt a sztárfellépő, és aztán következett a helyi zenekar, aki igazán nagyszerű hangulatot teremtett ott abban a kis szűk, kemény magban, aki ott maradt még az éjszakában, és egy kicsit együtt szórakoztunk ott az utcabál keretében. Ez ugye azért rendkívül sűrű volt a 2023-as esztendő, mint ahogy a december is, ugye itt azért az adomány átadások, az adományosztások, az advent időszaka, sőt, még a betlehemi láng is vonzotta a Hajdúszoboszlóra az embereket, illetve megmozgatta az embereket. De mégis ebben az időszakban mi a fontosabb, az, hogy magunkra figyeljünk, vagy az, hogy másoknak a karácsonyát is szebbé tegyük? Ez egy hatalmas elvi kérdés. Én azt gondolom, hogy ki el tudja magában dönteni, hogy melyik is a fontosabb ezen belül. Én azt gondolom, hogy mind a kettő rendkívül fontos. Fontos az, hogy közösségben éljük meg, és ahogy a református templomban is említettem, amikor a betlehemi láng érkezett, hogy közösségben megélni azt a felemelő érzést, amikor rákészülünk, felkészülünk egy ünnepkörre,
az mindig ad egy pluszt, egy többlettöltést az embernek. De azért az sem mellőzhető el, amikor otthon vagyunk, magunkban vagyunk, és egy belső önvizsgálatot végzünk, amikor is magunkban megfogalmazzuk a jövő teendőit, azokat, hogy mit tettünk jót, mit tettünk rosszat az elmúlt időszakban, mik a célkitűzéseink, szerintem azok is legalább annyira fontosak. De minden esetre a közösségben eltöltött időre rendkívül sok lehetőség volt egész advent időszakában itt Hajdúszoboszlón. Egyik rendezvény a másikat követte, és azt gondolom, hogy aki közösségben akarta megélni a karácsonyi felkészülést, akkor az megtehette, nagyon sok programmal vártuk a város lakosságát. Ugye a szilveszterkor is bebizonyosodott, hogy a turizmus az a városnak az egyik zászlóhajósa. Tehát erre épül gyakorlatilag az egész város. Mégis milyen sikereket ért el 2023-ban a település? Én azt gondolom, hogy még sokáig a turizmus lesz a városunknak a zászlós hajója a vállalkozások között a gazdálkodásban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a 2019-es minden időket vívő vendégforgalom mellett, ugye tudjuk, hogy következett a pandémia, amikor felére visszaesett a vendégforgalom, amikor nagyon nagy küzdelem árán tudtuk a turisztikai vállalkozásokat, nem csak az önkormányzati, hanem a magántulajdonban lévő vállalkozásokat megmenteni, átmenteni egy újabb prosperáló időszakra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mostani állapot, amit 2023-ban elértünk, illetve már 22-ben is, ez az 1,1 milliót meghaladó vendégéjszaka, ez minden továbbinál többet mond. De rengeteg lehetőség kínálkozik más területeken is, akár a gasztronómiai kínálat, más élményeknek a megfogalmazása és bemutatása, és hát ezeknek a sorában ki kell, hogy emeljük azokat a programokat, rendezvényeket, amely hát a 60 napon keresztül 1000 embert mozgatott meg itt a városban, és ezek nem feltétlenül a sok milliós produkciók, amiket beviszünk a szabadtéri színpadra, azokra is volt igény és kereslet, és sokan meglátogatták, hanem az esti sétában, az esti korzózásban a vendégeket elértük, és már nem csak hajdúszoboszlói, hanem környékbeli vagy határon túli produkciókat is be tudtunk mutatni, úgynevezett villámcsődületként, és látszott, hogy ezt imádták az emberek. Időnként még én is beszálltam egy-egy produkcióba, amikor például a hortobágyi csapat itt volt a hortobágyi polgármester kollégával. Úgyhogy ezek nagyon fontosak a jövőt illetően, de mégis azt gondolom, hogy a jövőt illetően további megfontolásokra lesz majd szükség a turizmus továbbvitelében, továbbfejlődésében is. Egy biztos, amit hát néhány évvel ezelőtt a politikai ellenfeleim megfogalmaztak, hogy majd a fürdőt eladjuk, és ez továbbra is szeretném határozottan kijelenteni, hogy a hajdúszoboszlói fürdő Európa legnagyobb fürdőjeként továbbra is Hajdúszoboszlóváros önkormányzatának tulajdonában van, és ott is fog maradni, amíg csak a kezünket és a lábunkat tudjuk mozdítani. Biztos, hogy idegen tőkét nem fogunk beengedni ebbe a felbecsülhetetlen kincsbe és értékbe. Hát igen, ugye azért a fürdő is jelentősen hozzájárul ezekhez a sikerekhez. Ugye az évzáró vacsorán is elhangzott, hogy több rekordot is megdöntött, illetve nagyon-nagyon magas a látogatottság a fürdőnek. Ezért is fontos az, hogy továbbra is hajdúszoboszlói kézben maradjon a fürdő. Így van, és talán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy most itt nem olyan régen az ősz folyamán volt egy ilyen összejövetel a Vendéglátó Egyesület szervezésében, ahol a legnagyobb szállodák tulajdonosai, menedzserei vettek részt, és ők is kifejezték elégedettségüket. Ez nagyon fontos, hogy mindaz a üzletág, amely a fürdő működésére ráépül, ők is
úgy tudják értékelni az adott évet, hogy az nekik sikeres volt, gazdaságilag is, szakmailag, és van jövőképük akkor a szálláshelyeknek, a gasztronómiát kínálóknak, és nyilván azoknak is, akik más turisztikai attrakciókkal kívánják a városunk népszerűsítését megoldani, és a saját vállalkozásukat fejleszteni. Ugye azért a turizmus mellett más területekre is odafigyel a város, gyakorlatilag minden területre, de mégis fontos kiemelnünk a szociális területet. Itt milyen eredményeket ért el a város 2023-ban? Én azt gondolom, hogy a jól prosperáló gazdaság mellett nagyon fontos az, hogy a rászorulókra mindig odafigyeljünk. Én ezt többször meghirdettem, kijelentettem, hogy ebben a városban senki nem fázhat és nem éhezhet. Ha valakinek ilyen problémája van, most is mondom, tessenek jönni, akik rászorultak, jöjjenek, a szociális ellátórendszerünk nagyon komoly lehetőségeket kínál azoknak, akik valóban rászorultak a segítségre. Az elért eredményeink azt jelentik, több fázisban többször is döntött a város képviselőtestülete, és ezek mindig egyhangú döntések voltak. Szeretném kijelenteni, hogy ebben azért nincsenek viták a város vezetésében, hogy tulajdonképpen egy olyan 20%-os mértékű növekedést tudtunk biztosítani általában minden olyan támogatási felületünkön, amely a rászorulókat érintheti. Ezeket most nyilván nem sorolnám fel, mert ezek rendkívül hosszúak lennének, de a város felületein elérhetők, ezek talán a helyi újság is foglalkozott már ezzel a témakörrel, de azt gondolom, hogy nem árt, hogyha megújítjuk ezeket az információkat, hiszen a legutóbbi testületi ülésen is született olyan döntés, az otthonápolás, illetve a nyugdíjas hulladékszállítása ügyében ott is ugye 20%-kal megemeltük a hozzáférés lehetőségét. Nagyon fontos, hogy azokban a családokban, ahol rászorultság van, a gyerekekkel külön foglalkozzunk. A szociális szolgáltató központunk erre, a szakemberek ott külön figyelmet fordítanak, de például 2023-ban a Városbájának a bevételét is erre a célra fordítottuk, rászoruló gyerekeknek valamiféle nyári élmény és programnak a kialakítására. Ezek fontos üzenetek, és hát nem beszélve ugye egyedi esetek is vannak, mint például a Molnár család esete, ugye 11 gyerekkel ugye leégett a otthonuk az erdődüllőn, és nagy-nagy összefogással, ebben nem csak az önkormányzat, hanem magánszemélyek, vállalkozók adták a kisebb, nagyobb összegeket ahhoz, hogy néhány hónap elteltével a család vissza tudjon költözni a megújult otthonába. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon példás dolgok, és azt mutatja, hogy Hajdúszoboszlóváros egy jó szívű, adakozó település, és ezen a területen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk magunkra. Onnantól kezdve, hogy amikor ide érkeztek az ukrajnai menekültek, az első percről kezdve ugye ott is helytállt a város közössége, és nyilván a város önkormányzata is. Azért ez is azt mutatja, hogy mennyire összetartó Hajdúszoboszló vállalkozói, illetve a magánszemélyek is. Tehát ez rendkívül fontos és kiemelendő és példaértékű. A szociális terület mellett azért a járóbeteg ellátó centrumban is történtek változások, és kiemelt figyelmet fordít erre a település város vezetése. Itt milyen változások történtek? A járóbeteg ellátó centrum egy speciális történet. Minden esetre a legfontosabbat szeretném kiemelni, hogy szintén egyhangú szavazással egyöntetűen kiálltunk a járóbeteg ellátó centrum önkormányzati fenntartása mellett, mert ugye egy ilyen kérdéssel keresett meg bennünket a kórházi főigazgatóság, hogy akkor mi a véleményünk, adnánk-e központi irányítás alá, vagy sem. Természetesen vállaljuk ennek az anyagi terheit is, hiszen maga az intézmény az csak a úgynevezett elszámolt pontokból nem tudja magát fenntartani, igen jelentős, sok millió forintos támogatással tudjuk fenntartani ezt a járóbeteg ellátó centrumot, de azt gondoljuk, hogy a lakosság ellátása szempontjából rendkívül fontos, hogy
minél több szakorvosi ellátás is elérhető legyen városunkba, és ne kelljen emiatt akár Debrecenbe beutazni. Ezen rajta vagyunk, és ezt segítjük. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az elmúlt időszakban növekedett például a laborban a várólista. Ez nem jó hír, de viszont olyan kötelezettsége van a házi orvosoknak, hogy évente a betegeiket egyfajta felülvizsgálatra el kell küldeni, és megtöbbszöröződött a laborvizsgálatoknak a száma, ezért nyilvánvalóan ezt egyszerre lekezelni nem lehet. Egyébként erre külön forrást is biztosítottunk az évvégi, a decemberi testületi ülésen azért, hogy ez a várólista fokozatosan csökkenjen a tavasz folyamán, minél kevesebb legyen a várakozó a laborba. Természetesen, akinek sürgős esete van, azokat soron kívül vizsgálják most is a városunk laboratóriumában. Ezen túlmenően például egy eszközbeszerzésre is forrás biztosítottunk, szintén a decemberi ülésen, amely a járóbeteg ellátó centrumunknak az egyik szakorvosi ellátásába egy úgynevezett lézerzuhanynak a megvásárlását teszi majd lehetővé, amelyből szintén a rászorulóknak a kezelése megoldható lesz. Ezek voltak talán a legfontosabb részei ebben az évben a járóbeteg ellátó centrumnak. Nyilván a tapasztalatok alapján látjuk, hogy további szakorvosi vizsgálatok elindítására is sor került, és bízunk benne, hogy ezt a jövőben is fent tudjuk tartani, és működtetni tudjuk ezeket a szakorvosi ellátásokat. De fejlesztések nem csak a járóbetegellátó centrumban voltak és lesznek, hanem a város egész területén azért több beruházás is megvalósult az elmúlt esztendőben itt Hajdúszoboszlón. Melyek voltak a legfontosabbak, a legjelentősebbek? Igen, hát ha egy kicsit jobban visszatekintünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben van néhány nagyobb beruházásnak a befejezése. Ugye ez egy folyamat, és ez egy ciklusokon átívelő folyamat, amelyről most beszélünk. Említhetném a külterületi utaknak 150 milliós felújítását, amely ugye 2022-ben történt meg. Említhetném a prémium zónának a létrejöttét, és nyilván említenem kell a múlt évben átadott Mátyás király sétány és Szent István Parknak a megújítását. Ezek mind-mind fontos fejlesztések voltak, de például ebben az évben fejeződik be egy rehabilitációs terület, a Tokaji utca és környéke, Tokaji út, Libagát, Pap István út környékén egy ilyen lerobbant városrész című pályázatnak a felújítása megtörtént, amely szintén nagyon fontos része, hogy ne csak ahogy szokták mondani, ahol a papok táncolnak, tehát ahol a központi rész van, ott történjenek dolgok, hanem a városperem részein is. És hát ilyen tekintetben ebben az évben például jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a külterületeken. Világítást bővítettünk, a külterületi lakott területeken az utakat soha nem látott összegből újítottuk, stabilizáltuk, hogy valamelyest élhető legyen az a környék, hiszen sok száz család lakik ezekben a külterületi részeken. De ezen túlmenően például itt a városban még a toppos pályázatok, ez a területi operatív program még az előző ciklusból ebben az évben fejeződött be egy belvíz, tehát egy csapadékvíz elvezetési rendszernek a felújítása. Az ősz folyamán került ennek is az átadásra, a használatba vétele, és hát nem utolsó sorban említeném a bölcsődei új telephelyünknek a megvalósulását, amely szintén ugye most decemberbe került átadásra, de már októbertől a kis fiatal új hajdúszoboszlói polgárok használták ezt a új létesítményt. De ezen kívül nagyon sok más kisebb fejlesztésre is sor került, amely nyilván alakítja és változtatja a város képét, a szolgáltatásokat és nyilván az élhetőségét. Egy dolgot még talán szeretnék kiemelni, amire nagyon büszke vagyok, hiszen
ez a LED csereprogram, ez 1000 családot mozgatott meg a városban, és egy kicsit talán mi is hozzá tudtunk a lakosság energiatakarékosságához járulni, hogy ingyenesen hozzájutottak ezekhez az új eszközökhöz, amelyekkel sokkal takarékosabban lehet világítani. Ez is azt mutatja, hogy Hajdúszoboszló fejlődik és folyamatosan előrefelé tekint, és fontos azt is kiemelni, hogy ugyan minden pályázati lehetőséget igyekszik kihasználni, de azokra, amelyekre esetleg nincs lehetőség, azokat saját forrásból próbálja megvalósítani, felújítani és beruházni. De fontos kiemelni azt is, hogy évvégén plusz adóbevételt realizált az önkormányzat, amelyet szintén fejlesztésre fordít. Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy soha ennyi projektje nem volt még a Hajdúszoboszló városának, mint amely jelenleg fut. Még most ma délelőtt összeszámoltam, készülve a mostani beszélgetésre, és egyel bővült, mert eddig 18-at említettem, de megvan a 19. is, amelyet nyilván még most hagyott jóvá a képviselőtestület, az úgynevezett energiaközösségnek a létrehozása, ami egy óriási falat lesz ismét a város életében, és talán nagyon sokban segíti majd akár az intézményeink, az önkormányzat, és talán a lakosságnak is az energia gazdálkodását, de erről majd később részletesen érdemes beszélni, mert ez önmagában egy óriási téma, viszont nagyon jelentős távlatokat mutathat. Ami nagyon fontos az az, hogy az úgynevezett TOP pluszos, tehát a területfejlesztési operatív programnak a keretében nagyon sok pályázatot nyertünk az elmúlt évben. Ezeknek a pályázatoknak az előkészítése folyamatban van. Van olyan pályázat, amely már startra kész, például a Lurkó óvodának a felújítása, kibővítése, ez már startra készen várakozik, még egy kis forráshiány van, nyilván itt az állammal történő egyeztetés van folyamatban, illetve a mi költségvetésünknek a jóváhagyását is február hónapban meg kell várni ezekhez a fejlesztésekhez. De ezen túlmenően azt kell, hogy mondjam, hogy ha végigvesszük, onnantól kezdve, hogy Okosváros, Hóvirág utca fejlesztése, ott csak nagy zárójelben megjegyezném, hogy kénytelenek vagyunk, voltam megállítani a folyamatot és új tervezést elindítani, mert úgynevezett gyűjtőút került megtervezésre, amelyet én semmiképpen nem láttam hasznosnak, és örülök annak, hogy a képviselőtestület is ezzel egyetértett, hogy a Hóvirág utcából ne csináljunk gyűjtőutat, mert akkor a nagy kamionok, teherautók a házak, a sorházak ablakai alatt dübörögnének, tehát az lehetetlen, hogy ilyen módon történjen annak az utcának a felújítása. Most egy új, normális utcafelújítást terveztetünk meg, tehát ennek van most a folyamata. Aztán a gázlángpályának a megújításához is szeretnénk hozzájárulni, amely a közösségépítésnek, a sportnak, az egészségnek egy fontos területe lehet. Ugye köztársasági elnökasszony is meghirdette, hogy ez az év legyen a mozgás éve. Én is mindenkit bátorítok arra, hogy éljünk egészségesebben, és kiki az egészségének, életkorának megfelelően a mozgás ne hagyja ki az életéből, mert nagyon sok fontos dolog azon múlik, hogy milyen egészségben tudjuk megélni a mindennapjainkat. Tehát a gázlángpálya, ez szintén felújításra fog kerülni, aztán utak. Hát az utakból sokkal többet kellene felújítani, ezzel tisztában vagyunk, de sajnos az uniós direktívák szerint csak bizonyos része költhető útfejlesztésre a forrásoknak, tehát itt most meg kell elégednünk azzal, hogy 3 út kerül felújításra, ez a Nyugati sor, a Kígyó utca és a Szilfák aljának a 19-től a 43 számig, ha jól emlékszem, a hátsó szerviz útjának a felújítása. Egyébként itt a parknak a megújítása is meg fog történni. Ezek a legfontosabbak, aztán nyilván további munkálatokat is, például ipari parkot folyik ennek is a előkészítése.
és szeretnénk újabb pályázatokat is, már adtunk be a decemberi döntésünk alapján az úgynevezett román-magyar határmenti együttműködés keretében. Három pályázatot is benyújtottunk határon túli partnerekkel. Ezt is, ha szabad felsorolni, mert mégiscsak ezek fontos dolgok. Az egyik a Horogháznak a felújítása lenne energetikai szempontból, és ott meg tudnánk oldani egy, hát több mint 10 év óta jelenlévő mulasztását a városnak, amely szerint nem tudjuk a nappali ellátásban biztosítani például a szenvedélybetegeknek és a hajléktalanoknak az ellátását. Ezt a házat arra szánnánk. Szeretnénk az egészségháznak a régi épületét, a tüdőgondozó épületét megújítani, akadálymentessé tenni, és egyébként nyilván ott is egy energetikai megújítást tervezünk, illetve ezen a területen további gépbeszerzésekre nyílhat lehetőség. És egy kisebb turisztikai projektet is benyújtottunk ebben a határok átmenti lehetőségben, amely a harangháznak a megújítását, illetve a vakparkolónak az átburkolását jelenteni, így fővonalaiban nagyjából ezeket tartalmazza. De tervezzük a közvilágítás megújítását, illetve megújuló energia területén is mozogni kívánunk. Ezek egy része természetesen saját forrás, saját erőt vesz igénybe, illetve az előbb említettek, azok pedig a területfejlesztési operatív programból kerülnének megvalósításra. Ami a kérdésnek az elején elhangzott, ez a bizonyos több mint 560 millió forintos többlet adóbevételt, azt pedig három tételre szeretnénk fordítani. Az egyik tehát a Dózsa-György és Nárudvari út kereszteződésének a már hosszú-hosszú évek óta halasztódó megújításának az elvégzése, illetve a Rákóczi-Tokaji kereszteződés, új utca kereszteződésének szintén a megújítása és biztonságossá tétele. Harmadik tételként pedig a járóbetegellátó centrum melletti parkoló, amely mára már nagyon elhasználódott, lerobbant állapotban van, csupa sáros az egész felület, annak a megújítását tervezzük. Hát úgy fővonalakban nagyjából ezek a projektek vannak terítéken, amelyekben azt szeretnénk, hogyha ezek ebben az évben elindulnának többségében, illetve azok a projektek, amelyek még most lettek benyújtva, azokat a későbbiekben. Még talán van egy fontos terület, ez pedig a játszóházként leánykori nevén megnevezett aktív turisztikai központ. Erről sem tettünk le, a legfrissebb hírek szerint februárban várható ennek a pályázatnak a újbóli megnyitása, és akkor szeretnénk megújítva újból beadni ezt a pályázatunkat. Hát körülbelül ezek a legfontosabbak. Még egyszer jelezném, hogy összegszerűségében is 2,6 milliárd, amit a Top Plus-ban kaptunk pályázatot, és a saját bevételeinket is hozzátéve egy nagyon szép fejlesztési programot tudunk elindítani ebben az évben, és a következő évben is. Ezek a pályázati lehetőségek, illetve pályázatok is azt mutatják, hogy az egész várost próbálja lefedni a városvezetés, hogy mindenhol legyenek megújítások, és ugye minden korosztálynak próbálnak kedveskedni, illetve az ő jólétüket előrébb vinni. Ugye itt volt szó óvodákról, bölcsődékről, de a járóbetegellátó centrum felújításáról is. Egy nagyjából 2 évvel ezelőtti hír volt a multifunkciós csarnoknak a megépítése, ugye közben kirobbant a háború, és emiatt a kormány felfüggesztette ennek a megépítését, illetve ennek a lehetőségét. Hol tart most ez a folyamat? Talán annyit tudtunk előre lépni, hogy amikor a bölcsöde avatása volt, akkor nem titok, én mindent szeretek nyilvánosságra hozni, a Navracsics miniszter úrral tudtunk egy 8 szem közti szűkkörű megbeszélést is lebonyolítani, ahol megemlítettük neki ezt a fajta igényét a városnak, hiszen egy Hajdúszoboszlónak nincs egy olyan komoly, nagy befogadó képességű létesítménye, ahol akár sport, kulturális és netán konferencia rendezvényeket is nagy létszámmal meg lehetne tartani. Én azt gondolom, hogy nekünk is át kell gondolni ezt a,
ezt a projektet, hiszen a mostani gazdasági lehetőségeket is figyelembe véve azt gondolom, hogy a projektnek a tartalmát át kell gondolnunk, és lehet, hogy egy szerényebb megfogalmazással sikeresebbek tudunk majd lenni. Minden esetre erre az igényünkre nyomatékosan felhívtuk a miniszter úr figyelmét, aki vette ezeket a felvetéseket részünkről. Ugyanez volt természetesen a négyes út kétszer kétsávosítása, hiszen a kérdésben nem szerepel, de legalább annyira fontos. Igen, ez lett volna a következő, tehát azért ez is rendkívül fontos, a biztonság. Igen, tehát a négyes út az a szörnyűség, azon közlekedni, rendkívül veszélyes, balesetveszélyes, rendszeresen vannak balesetek, és én azt gondolom, hogy a gazdaság fejlődése mentén, amely akár Debrecenben, vagy akár Hajdúszoboszlón is, ami történik, ezer szállal kötődik a megyének ez a térsége, de Hajdúszoboszló különösen Debrecenhez, és igenis szükség van ennek a fejlesztésére, megújítására, és hát ott is biztonságosabbá tételére. Ezügyben reménykedünk, hogy a következő kormányülések valamelyikén a folytatásra is zöld lámpa lesz, hiszen ez idáig a tervezés volt terítéken. Úgy tudom, hogy 2023. december 31-e volt a határidő, bízunk benne, hogy el is készültek a tervek, és legutóbb, ha jól emlékszem, a decemberi ülésükön Debrecen is rábólintott. Ahogy kinéznek a tervek, tehát jóvá hagyta a Debrecen városa is, hiszen őket is érinti ez a fejlesztés, hiszen egész az István útig be fog menni ez a kétszer kétsávosítás. Úgyhogy bízunk a legjobbakban, hogy hamarosan további jó híreket hallunk majd. Igen, és akkor itt még ugye, ha már az István úti csomópontot említette a polgármester úr, itt a négyes út Hajdúszoboszló keleti bejáratáig lenne most ez a négysávosítás. Ezt még fontos kiemelni, tehát hogy ezt a 11-2 kilométeres szakaszt érinti, de ugye ezzel párhuzamosan egyéb fejlesztéseket is terveznek, de ez az, ami bennünket a legjobban érint. És ha már Debrecen, ugye bődületes fejlesztések, illetve hát iparosodás van Debrecenben. Gondoljunk csak a BMW gyárnak a bővítésére, aki ugye telephelyet hoz létre Debrecenben, illetve hát az akkumulátorgyár megépítése is hatással van Hajdúszoboszlóra. Ugye itt azért több szempontból is meg lehet közelíteni ezt a dolgot. Egyrészről munka lehetőséget biztosíthat a hajdúszoboszlói szakembereknek is, és ugye ezzel párhuzamosan a vendégmunkások is megjelentek Hajdúszoboszlón. Ezzel kapcsolatban több intézkedése is volt a városvezetésnek és polgármester úrnak is. Melyek voltak a legfontosabbak ezek közül? Igen, hát ha januárnál kezdjük a történéseket, akkor valóban Hajdúszoboszló városát is elöntötte az aggodalom az akkumulátorgyárak tervezett létesítésével kapcsolatban. Ez nem titok, ez nem csak a város közvéleményét, minket, városvezetőket is. Hát felkészületlenül ért ez a fajta beruházás, és természetesen mi is azon gondolkodtunk, hogy mivel is tudunk több információhoz jutni, hiszen az nagyon kevés volt, amit ott az induláskor bejelentettek. Éppen ezért januárban a képviselőtestület egy nagyon határozott kinyilatkozást tett, amely azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell süvegelnem a kormánypárti képviselőtársainkat is, hiszen ők is elfogadták azt, hogy aggodalmunkat fejeztük ki ezzel a döntéssel kapcsolatban. De természetesen mi a földön élünk és a realitások talaján, és tudjuk, hogy ez a beruházás meg fog valósulni, hiszen látjuk, hogy már az építkezést elkezdték. És arra készültünk fel, hogy ennek a hatásait vizsgáljuk meg. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy szintén egyhangú döntéssel a testület úgy döntött, hogy kérjek fel egy szakértői céget, aki megvizsgálja, hogy Hajdúszoboszlóra milyen hatással lehet adott esetben ez a fejlesztés. Ez megtörtént, a szakértői anyag elkészült. Azt sajnálom, hogy már a szakértői anyag
kapcsán javaslatot tettünk intézkedésekre, és azt már csak 8 képviselő fogadta el. Ezt én igazán nem is értem, de ez most nem akarok politikai aspektusát felhozni ennek a történetnek. Minden esetre mi azt döntöttük, hogy igen, saját magunknak meg kell teremteni azt a kontrollrendszert, amellyel figyelemmel tudjuk kísérni ennek a beruházásnak a ránk való hatását. Ez a tanulmány egyébként nagyon határozottan megfogalmazta, hogy sem a vegyszer, sem a nehézfém tekintetében Hajdúszoboszlónak aggodalomra nincs oka. Tehát, és az ott leírtakkal, amelyet a tanulmányban a szakértők megfogalmaztak, senki nem vitatkozott még. Én biztattam, időnként testületülésen felmerültek ilyen politikai célzatú megjegyzések, hogy igen, akkor hívják ide azt a szakértőt, aki vitába száll abban a tanulmányban leírtakkal. Tehát én addig azt, mindaddig, amíg azt valaki meg nem cáfolja, addig azt én tényként kezelem. Ennek kapcsán nyilván nekünk 2024-ben az lesz a feladatunk, hogy a költségvetésben megtervezzük azokat a költségeket, amellyel a hajdúszoboszlói levegő, a talaj és a talajvíznek az összetételét megvizsgáljuk, és ezt hitelesen, jogszabály közjegyző előtt hitelesen rögzítjük, hogy Hajdúszoboszlón akár a talajban, a felszíni vizekben milyen nehézfémek, milyen összetevők, netán milyen vegyületek találhatók. Hogyha ez megtörtént, akkor egy kiinduló álláspontot tudtunk rögzíteni, hogy a későbbiekben, ha ezek a gyárak elindulnak dolgozni, akkor tudjuk azt megvizsgálni, hogy igen, ahhoz képest, az induló állapothoz képest van-e eltérés, vagy nincs. Ez egy nagyon fontos kiindulási tényező lesz. Ugyanez igaz az ivóvizeinkre és a lentebb lévő réteg vízre, bár a tanulmány azt írja, hogy ebben a mélységben nem releváns ennek a vizsgálata, de még az ivóvíz mélysége az még benne van ebben. Nagyjából ez volt az első fontos tényező. Én azt gondolom, hogy e tekintetben el fogjuk végezni a munkát, és természetesen Debrecen városával keresve a kapcsolatot, az ő, illetve a gyár által elindítandó monitoring rendszerbe is szeretnénk majd belelátni, onnan információkat kapni, hogy szükség esetén fel tudjunk készülni a városunk védelmére. Hát ez volt talán az én megítélésem szerint a legfontosabb. Ugye hirtelen a nyáron itt megjelentek a vendégmunkások, ami riadalmat okozott, és hát sajnos egy nagyon csúnya folyamat is elindult, amit ugye szlengesen fake newsnak neveznek, tehát ez a hazugságon alapuló hírnek a terjesztése, és ez nagyon sok kárt okozott szerintem erkölcsileg. Még én olyan emberrel nem találkoztam, aki erről nem hallott volna ebben az országban, hogy mi történt itt a nyáron, amikor ugye azt híresztelték, hogy valakit megöltek, megerőszakoltak, és nem tudom, és ezek a idegenek, ezek a vendégmunkások. Ezzel együtt a város is úgy gondolja, hogy ezt a létszámot féken kell tartani. Az is igaz, hogy jelen tudásunk szerint teljes tilalmat nem tudunk ez ügyben elrendelni, viszont feltételeket tudunk szabni, amellyel a lakosság biztonságérzetét tudjuk erősíteni, javítani. Azt tudom elmondani, hogy az őszi 190 fő Fülöp-szigeteki, tehát harmadik országbeli vendégmunkás van. Vannak európai vendégmunkások is, akik teljes joggal itt tartózkodhatnak, hiszen Európában szabad a munkavállalás és szabad a mozgás. Természetesen vannak európai munkások is, akiket itt szállásolnak el a városunkban. Amit még ezügyben elkövettünk, az, hogy munkásszállót ne lehessen létesíteni, csak nagyon meghatározott helyen és körben, 40 fős létszámig, és csak a városnak az ipari övezetében, területén. Hát ezzel kapcsolatban még egyelőre mondjuk így, hogy a múlt évben csak érdeklődés szintjén merült fel, ott a régi gépjavító állomás környékén merült fel, hogy esetleg ott szeretett volna valaki ilyet létesíteni, de
ez nem realizálódott, tehát egyelőre úgy látjuk, hogy ezt a folyamatot sikerül megfékezni. Annál is fontosabb, ezt is el kell, hogy mondjam, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy a belügyminisztérium a jogszabályalkotás során kikérte a mi véleményünket. Jegyző úrral, aljegyző úrral, én személyesen kialakítottuk azt a javaslatcsomagot, amit aztán megküldtünk a jogszabályalkotóknak. És ma már az szerepel benne, hogy akkor, amikor behoznak az országba külföldi, harmadik országbeli munkavállalót, akkor azt előnyben részesítik, aki az építkezés helyén helyezi el, és nem valahol máshol ezeket a munkavállalókat. Én úgy tudom, hogy Debrecen városa is készül erre, a terület kijelölésre került, talán az infrastruktúra építése is megkezdődött, hogy az építő munkásoknak ott egy konténervárost felépítsenek a akkumulátorgyár környékén. Nagyon sok feladatról, beruházásról, fejlesztésről beszéltünk, amelyek megvalósultak. Már az ez évi tervekről is beszéltünk. Ugye azért egy új év végén, egy új év kezdetén fogalmazzunk úgy, hogy fogadalmakról is szól ez a néhány nap. Polgármester úr, miket fogalmazott meg 2024-re? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy legyen egy kiegyensúlyozott költségvetése a városnak, hogy elsősorban a kötelező feladatainkat jó színvonalon, jó szinten el tudjuk látni, és ezeken a területeken legyen az az egészségügy, a szociális terület, a közművelődés területe, a dolgozóknak meg tudjuk megköszönni a munkáját normális fizetéssel, és adott esetben évvége környékén akár még egy bónusszal, egy plusz jutalommal is. Én azt gondolom, mint ahogy ez 2023-ban megtörtént, hogy még plusz jutalmat is tudtunk biztosítani, ez mindenképpen folytatandó a következő időszakban is, ebben az évben is. Ezen túlmenően azt gondolom, hogy szükség van azoknak a projektjeinknek a elindítására, a tényleges megvalósításra, amelyekről az előbb beszéltem, hogy 18, most már 19 projektünk van, amelyeknek a megvalósítását szeretnénk látni. Ez mindenképpen fontos. Azt gondolom, hogy a turizmust is egy növekedési pályára kellene állítani, hiszen örülünk neki, hogy a Covid után tulajdonképpen visszatért ez az 1 millió fölötti vendégéjszaka szám, de azt gondolom, hogy további fejlesztéssel, megfontolt üzletpolitikával, kitűnő promóciós marketing munkával további lehetőségek vannak még a város turizmusában, és ezzel mindenképpen élni kellene. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a város lakosságának a biztonságérzetét tudjuk növelni, és ezt a közösségépítő, közösség erősítő folyamatot tovább tudjuk vinni Hajdúszoboszló város lakosságában, hiszen ezen a területen nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt években. És ha már tervek, ugye 2024-ben választások is lesznek. Nem csak Európa, hanem Magyarország és Hajdúszoboszló is választ, illetve dönt. Egészen pontosan június 9-én, ugye nem csak európai parlamenti képviselőket kell választani, hanem önkormányzati képviselőket és polgármestert is. Indul-e Ceglédi Gyula a 2024-es választásokon? Szeretne-e polgármester lenni októbertől is? Hiszen azért az fontos kiemelni, hogy az új képviselők és polgármester, vagy az éppen most is hatalmon levő képviselők és polgármester megválasztása is októbertől lép érvénybe. Igen, természetesen. Ez mind függvénye lesz annak, hogy a lakosság bizalmát elnyerjük. Én azt gondolom, hogy a lakosság most is bízik bennünk. Én azt érzem lépten nyomon, amikor megjelenek egy közösségben, egyszerű csak egy bolti bevásárlás során, vagy bárhol máshol egy rendezvényen érzem az embereknek a bizalmát, és én nagyon fontosnak gondolom, hogy az a csapat, aki engem támogatott, a kormánypárti képviselőtársaim és a modern innovatív fiatalok is, ők is
jó ambíciókkal és a városért tettek, mindig az elsődleges a város érdeke volt, és ez nagyon fontos. Én fél munkát nem szeretek végezni, megkezdtünk egy folyamatot, és én szeretném ahhoz kérni a lakosság bizalmát majd, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, és tovább tudjuk építeni, szépíteni Hajdúszoboszló városát, a közösségét is, és nyilvánvalóan a fizikai valóságában is. Köszönjük szépen, ez volt az évindító interjúnk, volt miről beszélni, fejlesztések, beruházások és személyes ambíciók, illetve a várossal kapcsolatos terveket is. Azt gondolom, hogy alaposan átbeszéltük, köszönjük szépen, és hát jó munkát, illetve sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak. Rendkívül hasznos bő fél órát beszélgettünk a polgármesterrel, hiszen ezek a témák, illetve ezek a fejlesztések, beruházások, tervek nem csak a városvezetést, hanem a teljes lakosságot érinti. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!